A megyei rangadót a kékmezes jászberényiek kezdték jobban, hiszen elsősorban Alekszandrov távoli kosarainak köszönhetően ellépett a rosszul célzó olajbányásztól. A látogató előnye 10 pont is volt már a negyedik percben. Onnan viszont nem tudtak tovább robogni. Váltott a Szolnok mind támadásban, mind védekezésben, és megkezdte a felzárkózást. André Jones mindenhonnan veszélyes volt, Dakarai Takura a tripla vonalon kívülről, Demetris Morent pedig a festékből szállította a látványos pontokat. Meg is fordította az állást a Szolnok, és az első negyedet 2 ponttal megnyerte 28-26-ra. A folytatásban is az olajbányász volt az aktívabb, Tucker és Morent szállította a pontokat, a túloldalon viszont egyáltalán nem ment senkinek, sem kintről, sem bentről. Nem is lehetett vitás, hogy a Szolnok mehet előnnyel a pihenőre, 46-36 volt az állás 20 perc után. A szünet után pedig csak a térfelek cserélődtek, a szerepek nem. Tucker, Jones és Morent továbbra is szorgosan gyűjtögette a pontokat, Smith pedig a gólpasszokat. 53-36-nál gyorsan időt kért a JKS-e, bár ez sem segített rajtuk, hiszen a negyed vége felé már 20 pont is volt a két csapat között, ami a 30. perc végére 22-re nőtt. Ekkor gyakorlatilag eldőlt a mérkőzés, az utolsó negyedben egyáltalán nem forgott veszélyben az olajbányász győzelme. Szolnok Jászberény 89-75. A hazai csapatban mindenki pályára lépett, aki nevezve volt a keretbe. A szerzett 89 ponton pedig 9-en osztoztak. Egész heti kemény munkánk meghozta a gyümölcsét, dicséret illeti a játékosokat, mert egyénileg és csapatban is teljes erőbedobással tették oda magukat. Bár a mérkőzés elején a Jászberény kirobbanó energiával lépett fel, összeszedett védekezéssel és gyorsan vezetett támadásokkal, olykor könnyű pontokkal sikerült átvennünk az irányítást. Az ellenfelünk elzárás leválás játékát jól meg tudtuk fogni, és ahogy elértük a 10 pontos különbséget, egyre inkább uraltuk a mérkőzést támadásban és védekezésben egyaránt. Nyomás alatt tudtuk tartani a Jászberényt, a második félidőben magasabb hőfokon játszva fel tudtunk építeni gyors, pontos támadásokat és könnyű kosarakat szereztünk. Sok sikert kívánok a Jászberénynek a folytatásra. Nem jól kezdtük a mérkőzést, de sikerült felvenni a ritmust, és utána nem is engedtük ki a kezünkből a vezetést. Ezen dolgoztunk egész héten, ezt gyakoroltuk. Örülök, hogy győztünk. Az olajbányász legközelebb Körmenden lép pályára.